szeretettel köszöntöm nézőinket Vallási magazinunk következő adásában. Februári-márciusi egyházi eseményekre tekintünk vissza. Isten irgalma átalakítja az emberi szívet. A fehérvári Caritas által fenntartott intézmények dolgozói találkoztak Gánton. A lelkiismeretesség a családban. Dr. Papp Miklós, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára, főiskolai docens, görög-katolikus parókus tartott előadást Székesfehérváron. A hagyományos hamvaszkodással megkezdődött a nagybőjt. Ugrics Tamás pasztorális helynök irodaigazgató tartott szentmisét a Szent Imre iskolásoknak. A papi továbbképzések Székesfehérváron idén a 2020-as eukarisztikus kongresszusra való készület jegyében zajlanak. Az emberré nevelés szolgálatában pedagógusoknak szerveztek nagybőjti lelki gyakorlatot az Iszka Szent Györgyi Lelki Centrumban. Tartsanak velünk 17-én, vasárnap 19 óra 20-kor a Fehérvár Televízióban.